Szeretettel köszöntök mindenkit, és büszke vagyok egy kicsit, hogy erre a ünnepségre, erre a megemlékezésre itt ebben a díszteremben kerülhet sor. Kevesen ismerik belőle ezt a dísztermet, hiszen a közgyűlések már nem itt vannak, csak az ünnepi alkalmak, de tudják, ez egy jutalomjáték nekem is. Ilyen dolgokról beszélni, amikről ma itt megemlékezünk és szót ejtünk, az nagyon hálás egy olyan ember számára, aki világ életében sportszerető, sőt sportoló volt. Vehetjük egy kicsit könnyebben, kicsit hozzá, amúgy sajnálom vagyok rá egyébként, de az a helyzet, hogy mindenki azután vágyik, ami nincs neki meg. Én magam ilyen tízpróbáltó vastag vagyok. Sok mindenhez értek valamennyit, de igazán nem értek semmihez sem. Mindig irigyeltem azokat, akik kiúró tehetségek. Érdekes módon olyan is volt már, nem a három világklasszis, aki engem irigyelt, azt sose értettem, de ez olyan, mint akinek fekete haja van, a szürke akar lenni, akinek kék szeme van, az fekete szemet akar. De egy tény, és ezt őszintén mondom, hogy az ilyen kiugró tehetségeket és világklasszisokat én mindig szeretetteljes és tiszteletteljes, a szó legjobb értelmében, de ürítséggel néztem, ha ezt mindenki úgy értelmezi, ahogy én szeretném, hogy értelmezze. Kezdjük egy kis statisztikával. Én kigyűjtöttem magamnak egy-két dolgot, mert nagyon sok névre emlékszem, és azért akarom, hogy emlékezzünk egy kicsit, mert azt hiszem, hogy ez a három, illetve öt világklasszis jó néven beszélve emlékezünk néhány mondanat erejéig. 1971 Labolya, Jónyer Klampár, nem kell mondani. 75 Kalkutta, Jónyer Pista igazi csúcs teljesítménye, egyéni világbajnoki cím, és Gergely Gabival a páros. Majd jön 79 Penyán, ahol világra szóló csapatgyőzelmet aratott az öt klasszis versenyzőnk, a Jónyer Klampár Gergely fiú, kiegészítve Kreisz Tiborral, aki négy meccséből mind a négyet megnyerte, ha jól tudom, és Takács Jánossal, aki szintén mind a két mérkőzését megnyerte. Engedjék meg, hogy az ünnepi alkalommal egy kicsit még emlékezzünk. Ugye volt a magyar pingpong sportnak, asztaliteni sportnak egy nagyon szép múltja már, és csak a neveket hadd soroljam: Barla Viktor, Sidó Ferenc, a felejthetetlen Bercsik Zoltán, vagy a hölgyek közül Bengtsson Mária, vagy Csikos Anna, Farkas Gizella, később pedig 55-ben igaz vegyes párosban, de Kócziánéval. És még valami, néhány olyan nagy egyéniségéről az asztali tenisznek, akik közül kevesebben élnek, többen sajnos már nincsenek köztük. Meghalt Omiura, meghalt Johansson, meghalt Alzer, meghalt Schurbeck, meghalt Sztipáncsics. Nincsenek már köztünk, a sport óriásai voltak. Nem tudjuk pontosan, mi történt Sansetunggal, én legalábbis nem tudom, mi történt Kimurával, nem tudom, mi történt Hasegawával. Nem tudom, hogy Ito rokona-e annak az ifjú hölgynek, aki ezüstérmet nyert most párosban a japánok között. De hála Istennek él Bengtsson, egykori európai és svéd világbajnokunk, nyilván Pistájék jól ismerik, és él Bengtsson is, aki a mostani ezüstérmesnek az edzője, ahogy jól tudom. Ennyit az emlékezésről, már csak a sporták tiszteletek eddig is. Köszöntöm a mai ünnepi alkalommal megjelenteket. Köszöntöm az 1979-es észak-koreai világbajnokság aranyérmeseit, a magyar sport 20. századi történetének egyik legváratlanabb és legdicsőségesebb győzelmének szereplői, a magyar asztalitei sport igazi aranycsapatát. Az asztalitenisz világbajnokságok történetében a férfi asztalitenisz szakág úgy fordult rá a 70-es évekre, hogy japán és kínai győzelmek váltogatták egymást. A japánok csodafegyvere volt eleinte, nem tudom mennyi ideig, Pista, ezt jobban tudjátok, a soft, ami lehetővé tette, hogy egy új elemet figyelek a játékba, a pörgetés. Azonban ezt a pörgetést, ezt az új elemet nem is az ázsiaiak végül, hanem az európaiak, és azok közül is a legtökéletesebb módon Jónyer István sajátította és mutatta be. A svédek rátaláltak a harmadik nyerőemberükbe Bengtssonra, és az ő egyéni bajnoki címe 1963 után felértek a csúcsra. Bercsik Zoltánnak különleges érzéke volt ahhoz, hogy Jónyer és Klampár mellé megtalálja a harmadik nyerőembert, a hozzájuk hasonló őstehetséget, Gergely Gábort. Bercsik Zoltán iszonyú tempót diktált. Tanítványai napi 7-8 órai edzés keserői alatt tökéletesítették a pörgetést, a tenyeres oldali oldalpörgetést, a fonálpörgetést, ebben úgy hívjuk, és nekem is van halvány emlékem, hogy Gergely Gábort talán a világ legjobbjaként emlegették akkoriban, és a gyors és a visszapörgetés ugyanúgy. 1971 és 79 között ezzel a stílussal egy egyéni és több páros világbajnoki címet sikerült szerezni. Végül elérkeztünk 1979-hez, Észak-Korea fővárosában, Kenyában. Az előző két világbajnokságon még a kínaiak maradtak, ők voltak a legjobbak. Egyrészt azért, mert abban az időben Kínában annyian űzték ezt a sportot, mint Magyarország közlakosságot. Másrészt a kínaiak ebből a sportágból mindent tudtak. Még most is láthattuk a magasra feldobott, borzasztó nehezen fogadható szerváikat, újfajta ütőborításaikat, játék közben az ütő állandó forgatását. A kínaiak ellen már a csoportmeccsen, mérkőzések során összesorsolták Jónyer Pistáékat, akik simán a világ meglepetésére 5-2-re elverték a kínai csapatot. A nagymeneten és aztán egészen a döntőig repítette őket, az elődöntőben a japán csapatot küldték haza, úgy aztán 79. április 30-án életük legnagyobb meccsét játsszák le, 22 000, természetesen döntő többségében a kínaiaknak szurkoló, tomboló közönség előtt. A három zseni nem bízott akkor semmit a véletlenre, máig felejthetetlen pillanatokat okozva nyerték a magyar asztaliteni sport számára azt a csapatvilágbajnokságot, amire akkor a világon senki nem számított. Kína ellen először 5-2, majd 5-1, amelyik csapat néhány napon belül ilyen teljesítményre képes, az nem kétséges, hogy a világ legjobbja. A Gergely, Jónyer, Klampár alkotta együttes, nem is szeretek sorrendet összeállítani, Klampár Tibor, Jónyer Pistát régen ismerem, Gergely Gábort is. Klampár Tibor személyesen talán később ismertem meg, és amellett, hogy én is gratulálok születésnapja alkalmából, Isten éltesse sokáig, őszintén megmondom, hogy engem mindig levett a lábon róla hihetetlen tehetsége, és egy kicsit abban az időszakomban, én sem voltam egy könnyű gyerek, ezt a liberálisokra nem nagyon higgyék el, de én nekem imponált Klampár stílusa. Ha elítélnek érte, ha nem, az, amit ő megengedett magának, lehet, hogy még többet kihozhatott volna, de én nem azok közé tartozom, akik ezért elítélték. Nekem fiatal emberként tetszett az a lezserség, az a vagányság, amit ő bemutatott, ami sokaknak nem tetszett. Én nem tartozom azok közé, akiknek nem tetszett. És leveszem a kalapot hihetetlen tehetségéről. A tehetségről. A tehetség nyeri a meccset, de a csapatmunka és az értelem nyeri a bajnokságot. Tudják, ki mondta ezt? Egy másik népszerű sport, feledhetetlen világklasszis csapatjátékosa Lucky Jordan, az amerikai Dream Team vezéralapján. Mindig akad valami, ami megtanulható egy gyors és versenyképes csapattárson. Kreisz Tiborral és Takács Jánossal kiegészülve 1979-ben a magyar asztali tenisz válogatott tagjai kivételesek voltak együtt, így öten. Nagyon akarták a győzelmet, emellett hittek a sikerben is. Csak a legnagyobbak képesek az adott visszamentérő pillanatban megragadni az esélyt. És erre ők mind az öten képesek voltak. Ez a kivételes győzelem a magyar sport történetében a legendás 6-3-as magyar-angol kontinenshez mérhető. Ez a dicsőség, azt kell mondjam, mert így érzem, és azt hiszem, hogy nagyon sokan vagyunk ezzel így, soha nem hívül el. Szeretnék gratulálni a magyar asztali sport kiválóságainak, a világbajnok játékosoknak, Jónyer Istvánnak, Klampár Tibornak, Gergely Gábornak, Kreisz Tibornak és Takács Jánosnak, és kegyelettel és tisztelettel emlékezem szeretett edzőjükre, aki ma sajnos már nem lehet köztünk, a szintén nemzetközi klasszis Bercsik Zoltánra. Örülök és hálás vagyok, hogy mindezt elmondhattam önöknek, szívből gratulálok az asztali tenisz csapat minden tagjának, akik minden tiszteletet megérdemelnek, és akiknek a nevét Magyarországon biztosan, de Európában, sőt a világon nem fogják elfelejteni, páratlan sikert értek el az ország dicsőségére. Isten tartson meg bennetek sokáig!